Barczi Dávid, szeretettel köszöntelek. Ha megengeded, akkor innentől kezdve Dév, jó? Mert így rövidebb. Méghozzá abból az alkalomból, hogy ha jól emlékszem, a Honvéd ellen kicsipegetve a jegyzőkönyvekből olvastam, hogy ugye a 80. percben pályára lépett Barczi Dávid az Újpest FC-be. Milyen érzés volt, Dév? Hát megmondom őszintén, erre vártam már nagyon régóta. Nagyon jó érzésekkel telítve mentem a pályára, csak nagyon sajnálom, hogy elkövetkező pillanatokban gólt kaptunk, és nem úgy alakult utána a mérkőzés, ahogy én szerettem volna. Kicsit görcsössé vált a csapat, igaz, még el tudtuk volna dönteni a mérkőzést, de sajnos nem sikerült. Úgyhogy egy-egy lett a vége, amit sajnálok azért. Dév, arra lennék kíváncsi, ha kitárulkozol előttünk, mert ugye ezt nagyon sokan fogjuk látni, a kitárulkoz előttünk, hogy milyen érzés volt a Kispesten az újpesti szerelésbe pályára lépni. Nagyon jó érzés volt, hát nagy volt bennem a druk, és szerettem volna bizonyítani, csak nem tudom, úgy érzem, hogy abban a pillanatban tényleg eléggé görcsössé vált így a játékom. Talán is voltam eleget játékban, meg ugyebár nagyon örülök neki, hogy kaptam lehetőséget, de 10 perc játékban nem biztos, hogy maximumot ki tudtam hozni. Hát még nagyon vágynék rá, hogy talán itt a Szusza Ferenc stadionban is pályára tudnék lépni, ami talán kicsit felszabadítana, így a hazai közönség előtt játszani. Biztos nagyobb teljesítményre lennék képes. Dév, te most az MB3-as csapatnak vagy a stabil tagja? Én úgy érzem, hogy igen, MB3-hoz tartozom. Nagyon sokáig játszottam Víg Peti bácsival a junior és az MB3-os csapatban. Most viszont hónapok óta fent edzem a felnőtt csapattal az első keretben. De igazából ott játszom, ahol tudom. MB3-ban nagyon szívesen játszom, mert tényleg jó kis csapat állt össze. De tényleg nagyon örülök neki, hogy az első keretben igényt tartanak rám. Hát ha végül is lehetőséget kapná az NB3, meg kellene segíteni, akkor ugye szívesen menné oda is. Persze, akár. Természetesen. Nagyon. Melyik a te posztod, Dév? Mert én láttalak már téged nem tudom hány száz meccsen, vagy akármennyin, de láttalak középpályán focizni, láttalak bal oldalon focizni, láttalak jobb oldalon, támadóba focizni. Melyik az a poszt, amelyeket te a legjobban szereted, és te úgy érzed, az a tiéd? Hát talán így klasszikusan talán így az irányító pozíció, ami közel áll hozzám, így a csatár mögött egy kicsivel, amit szerintem Szabó Bencivel nagyon jól játszottunk elmúlt szezonban, de igazából nagyon szívesen játszom szélén is, ahol igényt tartanak rám, tényleg én próbálom maximumot hozni, de mégis úgy érzem, hogy a pálya közepén kicsit szabadabban tudok játszani, meg ki tudok bontakozni. Úgyhogy talán az árnyékék pozíció, ami igazán közel áll hozzám. Dév, milyen elképzeléseid vannak mondjuk erre az őszi szezonra? Nem a táblatokba, ami most jön őszi szezon, mit szeretnél, hogyha vége lenne a szezonnak, és majd elérnéd? Hát természetesen mindenki, hogy minél több sikerekben gazdag NB1-es meccsem legyen, ezt nagyon szeretném, és úgy érzem, hogy valóra is válhat Maxi úrral. Megvan elégedve a munkáddal? Hát én úgy veszem ki a szavaiból, hogy megvan elégedve, de nagyon kell nála mindig teljesíteni, bizonyítani, és hát egy 20 éves játékostól el is kell, hogy várják, hogy mindig a maximumot nyújtsan. Dév, ehhez kívánunk neked jó egészséget, sérülésmentes szezont, igen, és kívánjuk minél többet játszani, és rúgjál gólt is. Így van, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm nagyon szépen.